törvényes rendet állítjuk helyre a kommunista utcanevek tilalmát előíró törvény alapján. A Horn-Gyula sétány törvénytelen utcanév tábláinak eltüntetésével, melyet hivatalosan is kezdeményeztünk az illetékes fővárosi kormányhivatalnál, mely válaszában meg is állapította a törvénytelen helyzetet. Bevallom, hogy elsőre egyébként nem hoztunk elég magas létrát ehhez a 3 méter magasan lévő utcanévtáblához, de nagyon kedves volt az egyik itt lakó állampolgár, és rögtön megköszönve a cselekedetünket, fölajánlott a saját létráját. Hát jártam már hasonlóképpen egyébként akkor is a fővárosi közgyűléssel, a fővárosi önkormányzat székházánál, amikor a szivárványos zászlót kellett eltávolítani, akkor sem bizonyult elég magasnak a létra, de hát akkor egy 10 méter magas tűzoltó létrára volt szükség, most egy kicsit azért egyszerűbb a helyzet. Az akciónk nyilvánvalóan most még itt, amit teszünk, az jelképes és szimbolikus, és mondhatnánk ideiglenes, ahogy helyreállítjuk a törvényes rendet, de a kormány hivatalnál való lépéseink, azok már reméljük, hogy tartós megoldást hoznak. Tehát most még csak ideiglenesen tüntetjük el ezt az utcanévtáblát, de reméljük, hogy át is sikerül neveztetni hivatalosan is. A törvény erejénél fogva, akár a kommunizmus egyik áldozatának nevét megfontolhatná a fővárosi közgyűlés. Ma a kommunizmus áldozatainak emléknapján ki kell mondjuk Horn Gyula az 56-os forradalom vérbe folytóit aktívan kiszolgálta pufajkásként. Felelőssége elsősorban munkássörként és magasrangú pártfunkcionáriusként állapítható meg, de ami még kevésbé köztudott, 3/2-es ügynök volt harcos fedőnéven, bár ő erről persze nem emlékezett meg emlékirataiban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 14. paragrafusa szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ezért a fővárosi kormányhivatalhoz fordultam, mint az önkormányzatok törvényességét felügyelő szervhez, és kértem ennek a törvénytelen helyzetnek a megváltoztatását. A főispán úr meg is állapította, hogy lényegében szerinte is törvénytelen ez a helyzet, azonban egy jogtechnikai problémára is felhívta a figyelmet. Ugyanis, ha egy közterület elnevezés során kétség merül fel, hogy a közterület neve az előbb említett törvényi tilalomba ütközik-e, azaz például valóban egy kommunista személyről, egy kommunista vezetőről van szó, és ilyen kétség merül fel, akkor az önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalását, mely végső soron úgymond perdöntő. Azonban az MTA állásfoglalásának beszerzésére irányuló kérelmet kizárólag az érintett önkormányzat terjesztheti elő. Tehát maga főispán úr sem tudta ezt az állásfoglalást beszerezni. Azonban a Mi Hazánk mozgalom egy párhuzamos állásfoglalással segíti most a kormányhivatal munkáját, ugyanis a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény egy hasonló tilalmat fogalmaz meg, és volt már kísérlet arra, hogy Horn Gyulát egy civil szervezet nevébe emeljék be, azonban a bíróság a hasonló törvényi tilalom alapján jogerősen elutasította a bejegyzését az MTA állásfoglalása alapján, mely megállapította, hogy Horn Gyula közismert életútja nem hagy kétséget afelől, hogy részt vett, sőt vezető szerepet vitt a 20. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában. Ezért az MTA egy civil szervezet nevéhez nem járult hozzá, a bíróság azt el kellett utasítsa, és mivel hasonló törvényi tilalom, sőt egyébként még szigorúbb van a közterületek esetében, ezért azt gondoljuk, hogy most már a kormányhivatal végre lépni tud, és az önkormányzatnak lépnie kell, át kell nevezni ezt a közterületet praktikusan mondjuk a kommunizmus egyik áldozatára. Az elmúlt 30 évnek az MSZP és a Fidesz kormányoknak a közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így az úgynevezett ügynöklisták feltárása, a kommunista vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása,
valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Ez a három pont a Mi Hazánk mozgalom legfontosabb antikommunista programpontjai. Micsoda farizeus politika ugyanis úgy emlékezni november 4-ére, vagy például a kommunizmus áldozatainak emléknapján, például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vér ügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxus nyugdíját Biszku Bélához hasonlóan. A pártállami diktatúra vezetőinek nemhogy az elszámoltatására nem került sor, de még a közéletből való kizárásukra sem átmentették a hatalmukat. Így például a KISZ központi bizottságának titkári tisztségéből az állítólagos rendszerváltás után miniszterelnöki székbe is ülhetett Gyurcsány Ferenc. A lengyel példamintájára szeretnénk tehát egy olyan lusztrációs törvényt, amely megtisztítaná a közéletet azoktól, akik az előző rendszer vezetőiként közreműködtek a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában. Ezért nem tűrhetjük a Horn Gyuláról elnevezett közterületet sem, ahogy a ifjúsági tagozatunk a Mi Hazánk ifjainak országos akciói keretében több településen vörös szikszalaggal áthúzták már a törvénytelen kommunista utcanévtáblákat, emellett hivatalos változtatást is szorgalmazva. Bár úgy látom, megjelennek itt a közterület felügyelet munkatársai, félek, hogy még nem azért küldte őket a balliberális szivárványkoalíció vezette fővárosi, vagy leginkább talán 13. kerületi önkormányzat, hogy ezeket a törvénytelen táblákat eltávolítsák, de fel fogom hívni a figyelmüket a kormányhivatal válasza alapján is a törvénytelen állapotra, és segítségüket kérjük akár a táblák eltávolításában, véglegesebb eltávolításában is. Ahogy egyébként szerte az országban foglalkozunk ezzel, különösen a főváros ad azért ezzel kapcsolatos feladatokat, ezért is van itt velem Vékony Csongor, a Mi Hazánk mozgalom fővárosi elnöke. Évek óta országszerte küzdünk a kommunista kötődésű utcai és közintézmény nevek megváltoztatásáért. Horn Gyula sem más, mint Szabó Ervin volt. Csak egy azok közül a kommunisták közül, akiknek a neve elriasztó példaként kellene szolgáljon, mégis történelmünk pozitív alakjai közé sorolják őket. A rendszerváltás óta eltelt 30 év kormányai nem merték kimondani, hogy a Mi Hazánknak nincs szüksége kommunistákra, nincs szüksége antifákra, vagy a vörös csillag bármely más ágára. Ahelyett, hogy a kommunista időszak maradványainak felszámolása felé tennénk lépéseket, úgy tűnik, mintha rehabilitálnánk az előző rendszert. A Mi Hazánk megalakulása óta többször kezdeményezte a fővárosi Szabó Ervin könyvtár átnevezését. A legtöbben nem tudják, hogy ki volt valójában Schlesinger Samuel Ármin, azaz Szabó Ervin. 2020-ban, amikor a 19. kerületben található Szabó Ervin utca átnevezése érdekében szólaltunk fel, Tóth Zoltán, a Mi Hazánk kispesti elnöke kifejtette. A bécsi egyetemi évek alatt orosz, szélsőbalos emigránsok által ismerkedett meg az anarchista eszmékkel, melyek mellett élete végéig kitartott. 1902-től a kommunista propaganda kiadványok egyik fő terjesztője lett Magyarországon. Előszót írt az újrafordított kommunista kiáltványhoz. A Galilei kör egyik szellemi irányítója. Ők robbantották ki a Magyarországi Tanácsköztársaság tragikus eseményéhez vezető őszirózsás forradalmat. Gróf Tisza István miniszterelnök elleni merénylet aktív szervezője, reménybeli végrehajtója. Csak egészségi állapota miatt nem ő lett a kiválasztott merénylő. A gyilkosságot Tisza István lemondása miatt nem hajtották végre, de köztudott, hogy 1919-ben Kun Béláék első intézkedései között volt, hogy Szabó Ervinről nevezzék el a budapesti könyvtárhálózatot. Számos teendőnk akad még a kommunizmus végső felszámolása érdekében, de mindenek előtt a történelem oktatásban kell változásokat elérnünk. A tantermekben a kommunizmusról és annak minden válfajáról, mint életellenes ideológiákról szükséges beszélni, míg például a rongyos gárda tagjairól nem háborús bűnösként kell tanítani, hanem mint nemzeti hősökről. Magyarország ifjúságát a hazaszeretet lángja kell fűtse. Azért, hogy helyreállítsuk a törvényes rendet. Jó napot kívánok! Novák Erőd vagyok. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Novák Erőd vagyok. Új elvényszámú 2792, én vagyok most a 13. rendőrkapitányság járőrszolgált-szolgáltparancsnoka. Kaptunk egy ilyen bejelentést, hogy meg akarták rongálni, vagy megrongálták itt a táblát. Nem, az tévedés, viszont nagyon köszönöm, hogy jöttek, mert a törvényes rendet kellene helyreállítani, ugyanis a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 11. paragrafusa szerint helyi közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, ahogy arra fölhívta a figyelmet a kormányhivatal vezetője is, szívesen odaadom ezt a állásfoglalását, nem kell megijedni. Persze, azért is adom oda, hogy ez alapján tudjanak intézkedni is. A törvénytelen állapot megváltoztatása érdekében kérem tehát segítségüket, hogy együtt távolítsuk el ezeket a táblákat, és állítsuk helyre a törvényes rendet, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Gondolom, tudja nekünk, ebben nincsen lehetőségünk. Hát, hogyne lehetőség. Ketten is elbírunk ezzel a táblával, jöjjön, segítsen. Hát ebbe viszont igaza van. Ez a fővárosi önkormányzat illetékessége volna, de ha már ők nem lépnek, szerintem nyugodtan megoldhatjuk ezt. Annyit fogunk tudni csinálni, önöket is felírjuk, akkor a közterületfelügyelettel is a képviselőjüket. Kitüntetésre kívánják előterjeszteni, hogy közfeladatot ellátunk? Majd valaki a későbbiekben határoz benne, hogy önöknek van igaza, nekünk van igaza, el kell távolítani, nem kell eltávolítani. A Magyar Tudományos Akadémia már egyértelműen állásfoglalt ebben Horn Gyula személyét illetően, úgyhogy mindenképpen el kell tüntetni. Mi most ezt csak ideiglenesen tudtuk megoldani ezzel a letakarással, de abba kérném a segítségüket, hogy a közszemlére tételt azt mindenképpen távolítsák el. Jó, úgyhogy köszönöm, ha intézkednek akkor. Nem fogunk benne intézkedni. Jó, közterületfelügyelők a tábláról majd le fogják szedni ezt a nejlont. A rudról a táblát inkább, nem? Hát, meglátjuk, hogy...